Áldás békesség! A mai ige szakasz János evangéliumából szólít minket, a 14. részből olvasom a 22-től a 24. versig. Így szólt hozzá Júdás, de nem az iskári jótes, Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magad, és nem a világnak? Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én ígémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyái, aki elküldött engem. János evangéliumának 14. részéből olvastam az utolsó verseket, ami a búcsú beszéd utolsó versei ebből a fejezetből. Jézus búcsúzkodik. Előre vetíti azt az állapotot, azt az időt, hogy majd lesz, amikor már nem lesz a tanítványaival. És amikor ez a búcsúzkodás történik, akkor megszólítja őt az egyik tanítvány, Júdás, és azt kérdezi tőle, hogy miért nekünk jelented ki mindezeket, és miért nem a világnak mondod ezt el? Ez a kérdés azért nagyon fontos, mert lássuk meg, lássuk együtt meg, hogy bizony Jézus körében voltak olyan tanítványok, akik politikai szinten várták a békességet, a megnyugvást, a messianisztikus világképet, azt, hogy valami egészen más és egészen új lesz az ő személy által. És Jézus, amikor válaszol, akkor ezt a képet oszlatja el, és ismét csak bizonyságot tesz az ő országáról, Isten országáról. És azt mondja, Isten országa nem térben és időben határozható meg. Nem a politikai szintéren lesz békesség az én személyem által, hanem a szívekben. Isten országa azt jelenti, hogy az én szeretetem, Krisztus szeretete, közöttetek van. Istenország azt jelenti, hogy minden mentes szeretettel szerethetjük egymást. Nincs benne érdek, nincs benne hatalom. És ez a mindenmentes szeretet elkészíti a mi cselekedeteinket. Hogy úgy éljünk, hogy úgy gondolkozzunk, hogy úgy viselkedjünk, hogy úgy szeressünk, ahogy Krisztusnak ez tetszik valamit visszaadni az ő szeretetéből ennek a világnak. Különös dolog az, hogy Isten szeretetéből visszaadni valamit, leginkább akkor megszólító, hogyha valaki szükséghelyzetben van. És eszembe jut egy történet, amikor valaki bizonyságot tett arról, hogyan hallotta meg Isten hívó szavát, és az a valaki arról tett bizonyítékot, hogy éppen gyümölcs közben a fa legtetején volt, és amikor úgy érezte, hogy minden rendben van, akkor dőlni kezdett az a bizonyos létra. Az emberünk a tetején volt ennek a létrának. Nem volt igével élő ember, de abban az pillanatban, a pillanat tört része alatt eszébe jutott a gyerekkori imája, az étkezés előtti imádság. Jövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. És abban a másodpercben, ahogy kigondolta ezt az imát, és végigfutott rajta az élete, megállt a létre. Emberünk, aki erről bizonyságot tett, soha, de soha nem élt igenélkül élete hátra lévő részében. Valahogy így lehet megragadni az Isten szeretetét. Megérzek valamit, megértek valamit, megragadom, és soha el nem engedem. Isten adja meg nekünk ezt az áldott békességet. amen